A jeges vödrös kihívást már megcsinálta Justin Bieber, Jean-Claude Van Damme, vagy éppen Tom Cruise is. Igazi világsztárok sorába csatlakozott Karász Imre dombóvári vállalkozó, aki barátai kihívásának tett eleget, amikor 16 kg jéggel kevert vizet borított saját nyakába. A kihívást pedig egyre többen fogadják el, sőt városunkban helyi civileknek ajánlanak fel adományt a jeges vízzel magukat locsoló résztvevők. Amitől szegény Titanic is elsüllyedt, annak a darabjai a jég. Már Dombóvárt is elérte a jeges vödrös kihívás, egyre többen vállalják a nem mindennapi feladatot, és áztatják magukat jéghideg vízben. Így tett Karász Imre is, aki sportimádatát is belekomponálta a közösségi oldalra feltöltött videóba. Teljesen spontán jött létre ez a dolog, mert itt az üzem közepén csináltuk, és itt volt valahol az a nagy zöld-fehér hűtőtáska. Hát mondom, akkor ne legyen már olyan egyszerű, mondom, hozzunk ide ilyen fradi sampont, természetesen fradi viszki volt benne, és meg gyorsan hoztam egy labdát, a srácok elugrottak az egyik benzinkutra ilyen koktél jégér, és hát mindenki egy ilyen zacskó jeget öltött bele a bödörbe. Nem volt hideg. Sokkal vészesebbnek tűnik az egész művelet, mint amilyen valójában, teszi hozzá a dombóvári vállalkozó. Az ember előtte pszichésen felkészült, tehát sokkal kevésbé volt kellemetlen, mint hogyha egy felhőszakadásba mész 10 métert is a hideg eső rázódul. Úgyhogy, meg ahogy az ember fején úgy szétlocsant a jeges víz, a nadrágom szinte nem is lett vízes. Egész más az, amikor szép lassan öntik az ember fejére, mint az egyik kihívottam, aki szintén megcsinálta a Pápai Laci. Mert hogy Karász Imre egyik kihívottja ő volt, természetesen eleget is tett a felkérésnek. Meglepő volt. Szerencsére akkor még jó idő volt, úgyhogy ez valamilyen szinten még majd, hogy nem jól is esett, de igen, hideg volt. Annak ellenére, hogy ebben a vödrös koktélban nem volt jég, tudtuk meg Pápai Lászlótól. Én szerintem, hogy itt a jég felhasználása opcionális volt, úgyhogy inkább a hideg víz hangsúlyozása, vagy annak a kihangsúlyozása volt szerintem az elsődleges szempont. Úgyhogy én őszintén szólva nem jeges vizet, hanem hideg vizet használtam föl. Tudom, hogy ez a neve, de inkább ezt az oldalát céloztuk meg lányaimmal. Ugyanis László gyerekei voltak azok, akik erről az erkélyről a második adag hideg vizet öntötték. A kihívásokról készült felvételek öncélú poén videóknak tűnhetnek, pedig ennél sokkal több van a háttérben. Egy amerikai civil szervezet indította útjára a világhálón futótűzként terjedő kihívást, amely valójában egy reklámkampány az ALS betegségben szenvedők megsegítésére. A dombováriakéhoz hasonló felvételeket készítettek már olyan világsztárok, mint Tom Cruise, Justin Bieber, Eminem, vagy a Szezám utca lakója, Breki a béka. Persze nem csak a vicces és ötletes nyakonöntések keringenek a világhálón, hanem már válogatások is megjelentek a legfélre sikerültek kihívásos videókból. Az Ice Bucket Challenge lényege azonban az, hogy adakozni kell az ALS betegeket segítő alapítvány számára. Hát valami ennyit fejeként össze fogunk dobni. Pápai László zenetanár lévén a Dombóvári Zeneiskola Alapítványának ajánlott fel pénzadományt, és egyre többen követik a példáját, így tehát a kihívottak helyi civil szervezeteket és alapítványokat támogatnak.